Készül most egy előadás. Három új női koreográfus állítja össze. Itt van a fejemben egy új sztori, ami egészen háborzongató. Én csinálhatom az előadás egyik számát. Tele van végzettel, szenvedéllyel, mítosszal, szerelemmel, hősiességgel. Őszinte legyek, nem megy valami jól. El sem tudjátok képzelni, mennyi hülyeségbe ütközik az ember, ha arra vállalkozik, hogy karácsonyi üdvözlőnapot tervezzen egy országos érdekeltségű cégnek. Ha megírnám, akkor ebből is biztos valami borzadályos akciótrillert csinálnának. Valláshoz ne kötődjön, mert ez sérteni a nem hívőket. Mikulás kirúgva, Prézarvas Dettó. Kezdem azt gondolni, hogy nem nagyon éltem meg olyasmit, amiből művészetet meríthetnék. Na havat, azt ne, mert az meg Kalifornia, meg Florida lakóit sérteni. Ez a baj a filmekkel, hogy mind csak spekuláció. Néhány pénzember megpróbálja kitalálni, hogy az amerikai tinédzserek éppen milyennek látják magukat. Na ezért nincsenek jó filmek. Az a probléma, hogy ezt a várost olyan emberek irányítják, akik magasról tesznek az itt élők tulajdonára. Ezért ilyenek itt az emberek, ezért b***kodnak. Nem is tudom, mintha valami szorongás vagy pánik telepedne rám. A producerek b***k, az írók b***k, a rendezők b***k. Szerintük két dolog van, amiben mindenki hisz. Család, meg a gyerekek. Végül találok egy parkolóhelyet, az egyetlen ami szabad 20 háztömű körzetben, akkor nem áll mögém egy dülletszemű az aki az libafor színű pontiakával is kezd el nekem dudálni, igazam van? Na erre én azt mondtam, hogy ez meg egyedül a homoszexuálisokat sérteni. Az ember szeretne valami igazán súlyosat írni. Ezek meg limonádét csinálnak velük. Tuti, hogy el fogják c***ni a gyártást. Csúszni fogunk, a gatyánk is rámegy, viszont nem sértettünk meg senkit. Az is lehet, hogy csak túl gyáva vagyok, és nem merem megmutatni, hogy ki vagyok valójában. Ha azt hiszed, hogy az a hely a tiéd, akkor holnap reggel arra fogsz ébredni, hogy a k***t kocsiban aludtál. Vélattas, csak a felvilas fényszorúid a c***ikán. Nem, nincs igazam. Az ilyenekkel is miről beszélni.